Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbat esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felfelé zuhanás. Egy sorozat közismert magyar ikonok sorstragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá? Lehetett volna másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanúsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. A műsor vágatlan epizódjait keressétek a podpet.hu-n. Csárd Géza a magyar szépróza megkerülhetetlen figurája, igazi hídember az irodalom és az orvoslás között. Sorstragédiája éppen e kettő a művészet és a tudomány nyomán bontható ki. Olyan kiváló könyvek szerzője, mint az Elmebetegnő naplója vagy a Varázsló kertje. Csárd Géza a zsenialitás és az őrület határán mozgott. Többször kísérelt meg öngyilkosságot, miután megölte feleségét, önmagával is végzett. Szélsőséges életvitele gondolatébresztő, bizonyos tekintetben morfium függősége okozta a vesztét. Ezúttal Molnár Eszter Edina muzeológussal, dr. Zaher Gábor toxikológussal és Kéner Balázs csátkutatóval beszélgetek. Ő benne mi a vonzó? Több benne a vonzó, mint amit taszító? Abszolút. Én nem találok benne semmit taszítót, és ezzel együtt nem azt mondom, hogy nem is tudom, el lehet fogadni, nyilvánvalóan nem lehet elfogadni azokat a történéseket, amik vele történtek, és azokat a cselekedeteket, amiket ő csinált, de nekem mindig maga az emberi az érdekes, ami ilyen emberi. És nyilván az az igazán érdekes, ami egy kicsit problematikus is, és hát Csádban tulajdonképpen minden problematikus. Már a gyerekkora problematikus volt. Lévén ugye koraszülött volt, az anyukáját nagyon korán, 8 évesen elvesztette. Pontosan. Az önvád az ő esetében mennyire megfigyelhető, mert a napló bejegyzéseiből azért előtűnik az, hogy ő például sokszor hibáztatja magát azért, hogy az anyukája meghalt. Talán nem is feltétlenül mondanám azt, hogy hibáztatja. Inkább egy nagyon érdekes viszonya van az édesanyja halálához, ugyanis minden egyes évben a naplójában megemlékezik arról a napról, amikor meghalt az édesanyja, és mindig változik egy kicsit ez a visszaemlékezés. De sokáig elnyomta magában az érzelmi feldolgozás lehetőséget, valószínűleg soha nem is tudta feldolgozni, és... Nem is feltétlenül önmagában az édesanyja elvesztése az érdekes, nyilvánvalóan ez egy óriási kezdeti trauma volt, viszont ezzel összefüggésben egyéb más jellegű traumák is jöttek ezt követően. Itt egészen pontosan arra gondolok, hogy nagyjából másfél év telt el, amikor az édesapja új asszonyt hozott a házhoz, és ez az új asszony 10 évvel volt idősebb Csárd Gézánál. És ez azt jelenti, hogy amikor Csárd Géza 14 éves volt, a nemi érés elején, kezdetén, akkor ő 24 éves volt. Kicsit belezúgott a mostohanyjába? Nagyon belezúgott. Olyan annyira, hogy később az egyes hódításait is olykor anyikához hasonlította. Köztük bármi történt valaha? Nem, természetesen nem, viszont nagyon meghatározó volt a Csátnak a szexualitáshoz való viszonyához abban az értelemben, hogy ez a legelső szerelem, ez rögtön ilyen bűnös képzetekkel társult. És hát nyilvánvalóan az első szerelmet így megélni, hogy rögtön egy lelkiismert furulása volt az apjával szembeni árulásként élte meg, de ugyanakkor meg közeledett is anyikához nyilvánvalóan nem hagyományos értelemben, hanem egész egyszerűen csak szeretett szorosan mellé állni az ablakban, ahogy kinézett anyika. Olykor megleste este mosdás vagy vizelés közben. Ugye az apa egy visszaemlékezésében azt írja, hogy lehet, hogy valami hibát elkövettek ő és a mostohanya. És a mostohanyát próbálja mentegetni, mondván, hogy a létező legjobb szándékkal tette mindazt, amit tett.
Igen, ez egyébként nagyon meghatározó, ez a gondolat már Csát életében is a vele való levelezésében. Ugye elég korán elromlott az ő viszonyuk, annak ellenére, hogy a gyerekkori naplókban ennek szinte még nyoma sincs. Szóval ilyen kisebb jellegű összezördüléseken kívül nem volt még ilyen nagyon meghatározó törésvonal közöttük. Aztán ez valahogyan fokozatosan elkezdett elromlani, és többször egészen megszakadt Csát és az édesapja között a viszony, és valahogy mindig ott volt mögötte a mostoha anyának az alakja. Egy idő után pedig Csát, amikor már képzett pszichoanalitikus volt, akkor tulajdonképpen a mostoha anya személyét egészen az előtérbe hozta azzal, hogy őt hibáztatta már a viszonyuk megromlásáért. Miben volt függő Csát Géza? Számtalan dologról lehet olvasni. Mi az, amiről kijelenthetjük, hogy függőségben szenvedett? Mindenki azt gondolja, hogy most azt fogom rögtön mondani, hogy a morfin, nem a szex. Az egy hihetetlen nagy drág volt számára, hát, hogy itt végigolvassuk ugye a jegyzeteit, napló műveit. Azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen, intenzív szexuális életet élt, ami gyakorlatilag hát már abszolút függőségnek nevezhető. Csát Géza tisztában volt azzal, hogy ő valamilyen szinten traumatizált, és ez egy problémás gyerekkor. Hát annál is inkább tisztában volt ezzel, hogy ugye megismerkedett a pszichoanalízissel, és hát ezt követően ez egészen meghatározta azt, ahogyan saját magáról gondolkodott, és tulajdonképpen másról sem szólt ezután, mint hogy a naplóiban és a visszaemlékezéseiben megpróbált ilyen kortörténeteket felállítani a saját traumatizáltságára vonatkozóan, és folyamatosan ilyen motivumokat keresett, hogy mik vezettek végül az ő traumájához, végül az ő tragédiájához. Az ő, mondjuk úgy, tehetsége hozta elő ezt a fajta lelki békétlenséget, vagy az ő lelki békétlensége és problematikussága hozta elő az ő tehetségét, irodalmi tehetségét. Ez valószínűleg mind a kettő egyszerre igaz, de amit még nagyon fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, az az, hogy 1903-ban, 16 éves korában meghalt a kis húga, kis Ilonka a tyártyagyulladásban, és nagyjából itt alakult ki ez a különös világérzékelés, vagy ez a különös szenzitivitás, ami egész életében egyébként jellemző volt rá. Ugyanis nagyon megviselte a kislány halála, és egyébként, hogyha elolvassuk a gyerekkori naplóit, akkor nagyon érezhető, hogy itt alakult ki az írói hangja, egyáltalán itt vált felnőtté egyrészt, másrészt pedig kialakult egy soha nem múló hipohondriája, ami szintén aztán a tragédiához vezetett, ugye az utolsó időszakban is nagyon meghatározó volt ez a hipohondria. Ez a haláltól való félelem? Igen, és különböző betegségeket vizionált folyamatosan saját magának. Alapvetően ugye a TBC-től való félelem volt ilyen, ami újra és újra előkerült, illetve hát ugye pontosan ez vezetett az első morfium használathoz. Hisz tuberkulózis gyanú miatt kezdett el morfiumot használni. Ő akkor nem gyanú miatt, hanem elment különböző orvosokhoz, és volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy nincs semmi baja, de a másik azt mondta, hogy valami kis gyulladásnak a nyoma látható korábbról egyébként, és szóra sem érdemes, de ő ezt annyira felnagyította, ezt a diagnózist, hogy az ettől való, vagy a haláltól való rémületétől egész éjszaka nem tudott aludni, és ott a klinikán lakott ugye ekkoriban, az asztalán ott volt egy morfiumos üveg, akkor egy tabeszes asszony kezeltek a klinikán a morfiummal, szóval éppen a keze ügyében volt, és hajnalra már annyira ki volt készülve, hogy akkor volt ez a nagyon rossz ötlete, hogy hozzányúljon-e a szerhez. Ő meg akarta magát érteni, vagy meg akarta magát gyógyítani? Szerintem nem voltak ilyen illúziói, hogy meggyógyíthatja magát. Tehát tisztában volt azzal, hogy az ő sorsa ilyen értelemben predesztinált? Nem mondanám azt, hogy predesztinált, szóval hogy nem lehet egyetlen pontra visszavezetni, hanem egész egyszerűen minden rosszul alakult. Minden lépés rosszul jött ki, és minden lépés vezetett aztán a tragédiához. Rosszul alakult, vagy rosszul hasonult mindezekhez Csát Géza? Tehát az ő felelőssége mennyiben vethető fel? Szerintem mindenkinek felvethető a felelőssége az elrontott életéért. Úgyhogy természetesen vastagon benne van. Csát hol hibázott? Csát egy rendkívül tehetséges fiatalember volt, nagyon sok irányú tehetsége volt. Szerintem az első pont, ahol ő maga hibát követett el, az a pályaválasztása volt. Nem tudott választani a különböző irányú tehetségei közül, ugye egyszerre készült zeneszerzőnek, festőművésznek, és egyébként harmadsorban készült írónak.
És hát nem tudott a között sem választani, hogy a művész pálya legyen, ahova elkötelezi magát, vagy pedig az anyagi jólétet biztosító valamiféle polgári állás, akit sodródott ahelyett, hogy ő maga döntött volna. Ha ő dönt szíve szerint, hogy látja, mi lett volna számára a legoptimálisabb? Mindenképpen a művész pályát választotta volna, csak az édesapja, ugye, aki jogász volt, állandóan pénzzavarra küszködött, és Csát nem akarta ugyanezt átélni, szóval hogy ő valami egészen nagy stílű életben gondolkodott. Tehát tulajdonképpen az ő igazi nagy nemézise ebben eredeztethető? Ez a kettősség? Egyszerre akart sikeres orvos lenni, és egyszerre nagyon sikeres irodalmár? Igen, mindenben a legjobb akart lenni. Miért? Hát azért, mert nagyon tehetséges volt. Szóval erre viszont tényleg predesztinálva volt. Ő szóval tisztában volt a saját maga különlegességével? Abszolút, tökéletesen. A gyerekkori naplónak az utolsó egy-két éve, ami 1903-4-et jelent, ugye, amikor a pályaválasztás előtt állt, akkor nagyon-nagyon érdekesek, szépek ezek a bejegyzései, amik pontosan erre vonatkoznak, hogy nem tud nem nagy ember lenni, és le is írja, hogy ő már most nem kis ember. Az sem túlzás kijelenteni, hogy voltak éppen neki kiválasztottság tudata volt? Abszolút. Miért kezdett el morfiumozni? Tulajdonképpen a tudatmódosító hatása érdekelte, hogy kíváncsi volt a saját maga határaira. Ez egy érdekes dolog, hogy ki miért kezd el. Hogy Csát Géza pontosan miért kezdett el? És ez egy nagyon gáz dolog, amit mondok, mert jó. Ő akkor ezt saját tudatából döntötte, vagy saját tudata volt, hogy ezt így elkezdje. Viszont utána 1913-ban és 14-ben saját elhatározásából ment be elvonókúrára. Tehát ő próbált saját magán segíteni, de én azt gondolom, és lehet, hogy ebben a mai toxikológusok tudnak segíteni, én azt hiszem, hogy a század elejé gyógyszerfüggőség az nagyjából hasonlít a mai alkoholfüggőséghez. Tehát, hogy ilyen látszat megoldásokat próbálunk keresni, hogy ja, akkor elmegyek elvonókúrára. A Csát Gézánál is az élete végén észrevehető, hogy a morfiumról kezdett leszokni, és akkor elkezdett ópiát származékokat használni, pantopont, ami kisebb ható, tehát mondhatnám azt, hogy mondjuk, mit hogyha én nem iszok pálinkát, csak egy sört nap, vagy csak egy kis fröccsöt. Tehát, hogy igazából saját magának kezdett el hazudni, próbálta azt a látszatot kelteni, mint hogyha ő szeretne gyógyulni. Tehát a szándék megvolt benne, hogy meggyógyítsa magát, de nem hinném, hogy ez egy ilyen valós elhatározás volt, mert hogyha az lett volna, akkor orvosként ezt szerintem ő nagyon gyorsan saját magán meg tudta volna tenni. Az ő állapotában, különösen a végstádium esetén, hogy még meg lehetett volna menteni orvosi szempontból, tehát ezt az addikciós kényszer csillapítani vagy visszafordítani még meg lehetett volna? Ugye nem tudjuk összehasonlítani ugye az ő korát a mi korunkkal, hiszen az ott a farmakológia, a gyógyszertan tudománya rengeteget fejlődött. Ma már például az elvonási tünetek kezelésére ugye jó gyógyszereink vannak, amitől gyakorlatilag azok a fizikai tünetek, azok megszűnnek, ami azért borzasztó. Nem hal bele valaki. Szóval, ha ma lenne itt Csát Géza, akkor szerintem lehetne rajta, mint morfinistán segíteni. Persze kérdés az, hogy az egyéb pszichés státusza, az mennyire tudná őt mondjuk egy elvonási tünetek kezelése után valójában stabillá tenni, és ezt nem fogjuk tudni tulajdonképpen megmondani. Tulajdonképpen az ő tehetsége vagy talentuma erre volt predesztinálva, hogy egy hektikus, problémás, viharos lelkületű ember él, ameddig él, tudja cipelni ezt a tragikumot és kiírja magából, vagy voltak éppen egy kettétört tehetségről, irodalmi tehetségről beszélünk, és ha mindez nincs meg, akkor számtalan tolba maradt mű is
megszülethetett volna. Valószínűleg csodálatos alkotásokat írhatott volna, hogyha tovább él, de ez sem igaz így, mert ebben a minőségben, ahogy az utolsó éveit töltötte, ez már alkotása gyakorlatilag nem volt alkalmas. Szóval nagyon-nagyon korán, jóval korábban, nem a halála szakította félbe ezt az alkotói folyamatot, hanem jóval korábban, úgyhogy tulajdonképpen nem tudhatjuk, hogy hova futott volna ki mindez. Az Olgával való megismerkedés és a kezdeti mézes hetek kapcsán, mert nagyon szerették egymást, ez egy nagy szerelemnek indult, legalábbis én így tudom kezdetben. Hogy vált ez egy ilyen meglehetősen aszimmetrikus és kegyetlen szerelemmé? Ez soha nem volt nagy szerelem. Soha nem volt nagy szerelem. Ez kezdettől fogva olyan volt, ahogyan az előbb leírta, szóval egy nagyon-nagyon már-már szadisztikus szerelem volt a csát részéről. Sőt, szerelemnek is azért csak nagyon óvatosan nevezném. Hát ugye ez 1910-ben történt, ez a megismerkedés. Nem sokkal az első morfium használatot követően Újtátrafüreden. A nagy szerelem után. Azaz, ez azt jelenti, hogy Jolánnal megismerkedett először itt a fürdőn. Ez egy férjes asszony volt, nem tudott beteljesülni ez a szerelem. De ő volt az a nő, akihez minden későbbi nőt mért az életében. Sőt, amikor Olgát szerette volna megajándékozni, akkor a Jolán kedvenc parfümjével ajándékozta meg, mert úgy érezte, hogy most már talán méltó ennek az illatnak a viselésére. Hát az Olga türelme és kitartása az teljességgel érthetetlen. Szóval, ha elolvassuk mondjuk az 1912-13. Évi levelezésüket, ugye a 13-ban már megtörtént a házasságkötés is, és közvetlenül ezelőtt azok a levélváltások egész egyszerűen borzalmasak. Ahogyan ugye egy mennyasszony lelkesen készülődne a házasságkötésére, itt náluk az történt, hogy Csát a legutolsó pesti találkozásukkor történtekkel kapcsolatban mindenféle kényszer képzeteket gyártott, és ezekkel vádolta Olgát. Ez tulajdonképpen egy öncélú szadizmus volt az ő részéről, vagy voltak éppen egy valós paranoia? Tehát ő tényleg félt? Egyik sem. Azt szerette volna leginkább elérni, hogy Olga szakítson vele, mert ő maga rettegett a házasságkötéstől, csak ahogyan a pályaválasztásnál sem tudott ő dönteni, ezúttal sem tudott ő dönteni. Illetve akkor már ugye egyre inkább a morfium fogja volt, és azt gondolta, hogy Olga mellett talán lehet egy elviselhető, normális élete, míg Olga nélkül a teljes pusztulás vár rá. Az ő öngyilkossága kísérlete, aztán ugye később vált öngyilkossággá. Az egy végig gondolt, gondosan végig megtervezett kísérlet volt, tulajdonképpen egy pillanatnyi elmezavar eredménye. Nagyon sokszor gondolt öngyilkosságra az élete során. Például már az első világháborúban is nagyon rettegett attól, hogy hadifogságba kerül, és azt írta, hogy inkább azonnal főbe lövi magát, mint hogy erre sor kerüljön. De visszatérve a kérdésre, az utolsó időszakban ez gyakorlatilag már egy ilyen abszolút végiggondolt és előre megtervezett dolog volt. Tervezte a gyilkosságot is, és az öngyilkosságot is, ami végül megtörtént. Az miért volt törvényszerű, hogy a feleségének is kihagyja az életét? Azért, mert a végén már nem csak hipohondriás és féltékenységi kényszer gondolatai voltak, hanem paranoiás kényszer gondolatai is. Itt konkrétan arról van szó, hogy meggyőződésévé vált, hogy a felesége a cseléddel összefogva az életére törnek, és vagy az őrületbe kergetik, vagy valahogyan más módon okozzák majd a vesztét. Itt ugye tulajdonképpen az történt, hogy megölte a feleségét, volt egy öngyilkossági kísérlete, ez nem sikerült, megszökött, találkozott szerb katonákkal, és akkor lett még egyszer öngyilkos. Igen, de kicsit még visszamennék az időben, mert ugye ezt megelőzően még bekerült 1919 májusában a Bajai Elmegyógyintézetbe, és itt is többször próbált meg öngyilkos lenni. Itt ugyanis teljes elvonást alkalmaztak, ami már a korban is nagyon kegyetlennek és szakszerűtlennek számított, és óriási kínokat élt át. Többször megpróbálta megölni magát, például összetört egy üvegpoharat, és a szilánkokkal megpróbálta felvágni az ereit. Egy másik alkalommal megpróbálta felharapni az ereit. Ezek végül is ugye
nem sikerültek ezek a kísérletek, és végül is megszökött innen ebből az elmegyógyintézetből, haza gyalogolt több tíz kilométerre, Regőcére, ahol folytatta az orvosi praxisát. Ez egyébként már önmagában is egészen döbbenetes, hogy az első világháború utáni körülmények között mi minden lehetséges volt. És hát nyilván Olga ekkor már nagyon-nagyon félt. És hát ekkor történt az, pár nappal később, hogy iratott Olgával egy papírt, ami így hangzik, hogy közös elhatározással lettünk öngyilkosok, Jónás Olga 1919. július 14, és 8 nappal később ölte meg Olgát. Sőt, egyébként, amikor Olga megírta ezt a papírt, akkor még írta az öccsének egy levelet, amiben elmesélte, hogy iratotta az Olgával egy papírt, és mostantól bármikor megölheti, és senki sem mondhatja majd gyilkosnak, hiszen Olga beismeri, hogy ő maga akart meghalni. És hát ugye 8 nap telt el, és akkor 3 revolver lövéssel végzett vele. A környezetében bárkinek a felelőssége felvethető? Bizonyos értelemben igen. Az édesapjának a felelőssége felvethető. Nem abban az értelemben, hogy egy az egyben okolható lenne nyilvánvalóan, de hogy mondjuk Csát tényleg óriási kínokat élt át, és nem igazán próbálta például az apja könnyíteni. Egy alkalommal a végkifejlet előtt hazautaztak ketten együtt Szabadkára, és egy későbbi leírásból kiderül, hogy az apja alig várta, hogy elmenjenek, miközben ott Olga szóvá tette, hogy az életét félti. Sőt, egyébként Olga küldött, illetve nem tudjuk, hogy elküldte a levelet, fennmaradt egy levél, amiben a bátyjától kéri a segítségét, hogy a pesti üresen álló lakását biztosítsa számára, és a kisbaba számára, ugye, aki nem sokkal ezelőtt született, mert hogy a férjével már nem tud tovább együtt maradni, és szeretné elhagyni, vagy elmenekülni tőle. Nem tudjuk, hogy mi történt, ezt valószínűleg végül is nem küldte ezt a levelet, és nem is próbált meg elmenekülni. Egyébként Dezsőke, ugye a Csát öccse vádolta a Csát élete végén azzal, hogy Olga valójában nem is szeretné a leszokást, mert hogy számára sokkal kezelhetőbb, amikor mondjuk fel kell öltöztetnie a szinte maga tehetetlen férjét, mint elviselnie azt az óriási szellemi különbséget, ami van közöttük. Egyébként a Csát közvetlen környezete próbálta megakadályozni ezt a házasságkötést, pontosan azért, mert érzékelték, hogy semmi közük egymáshoz. Csát Géza élete szerinted tulajdonképpen kódolt volt, eleve el volt rendelve, vagy sorozatos balszerencsék következtében alakult úgy, ahogy alakult? Én sokat gondolkoztam ezen. Szerintem butaság lenne azt mondani, hogyha 100 évvel később vagy előbb született volna Csát Géza, akkor nagyobb sikereket ért volna el, vagy tovább ért volna. Nem hiszem. Szerintem ez egy ilyen genetikailag kódolt történet volt nála, és akkor inkább rá is testálnám ezt a, vagy ennek a kérdésnek a megválaszolását, mert ő is kutatta élet végén azt, hogy egyáltalán a művészi hajlam az mondjuk a genetikából, vagy az agysejtekből kimutatható-e. Nagyon sok irodalmár leírta már, és én is közreadtam még az akkor működő Népszabadságban azt a végrendeletet, amit Csát Géza írt, hogy kérte, hogy a szívét, máját és agyát Budapestre vigyék föl, és vizsgálják meg, de ez neki azért volt fontos még a halála előtt, mert arra volt kíváncsi, hogy a sejtekből ki lehet-e mutatni azt, hogy valaki művész hajlamú-e vagy sem, hogy van-e valakinek bármilyen hajlama a művészet irányába. Ugye ez nem derült ki, de ő is kíváncsi volt erre, mindannyian kíváncsiak vagyunk erre, te is kíváncsi vagy erre. Innétől kezdve szerintem ez benne genetikailag kódolt, tehát hogyha 50 évvel később születik, ugyanez a metódus történne vele szerintem. Ugye Csát Géza testamentuma az volt, hogyha meghal, akkor bizonyos szerveit elküldte felboncolni, illetve Kosztolányinak is meghagyta azt, hogy próbáljon rájönni az ő titkára, arra, hogy mi történt vele, mi volt az ő különlegessége, mi volt az ő rejtélye, mi volt az ő problémájának a gyökere. Igen. Ő eljutott a megoldásig, vagy a megoldás közeléig? Nem, pont ezért akarta
másokra bízni. Szóval ez annyira foglalkoztatta ez a kérdés, hogy ez az életén túlnyúló problémává vált. Szóval nem az volt a lényeg, hogy ő maga megértse, hanem hogy bárki megértse. Egyrészt ez volt a célja, másrészt pedig a saját maga vélt igazának is próbált volna így az életén túlnyúlóan is érvényt szerezni ebben a formában, hogy Kosztolányi írja meg azt, hogy mások hogyan tették tönkre az ő életét. Ő mást okolt. Tehát a saját maga felelősségének felmentésébe élen járt. Abszolút. Több búcsúlevele is megmaradt egyébként. Nagyjából 8 darab van ebből, nem tudjuk, hogy a valóságban mennyi volt, de a PIN-ben 8 darab van. Ez teljesen ugyanaz az íráskép, ugyanaz a tinta, ugyanaz a papír mindegyik, és ugyanazok a szófordulatok vannak ezekben a levelekben. Életének különböző főbb szereplői ezek az emberek, és mindegyik levél az aktuális címzettet okolja az ő tragédiájáért. Még egyet mondjon meg, ha lenne alkalma találkozni Csárd Gézával. Ugye ő nem jött rá megoldásra. Ő nagyon sok évet szánt arra, hogy valahogy közelebb kerüljön mindenhez. Akkor mit mondana neki? Mi volt az a mozaik, ami talán az ő aspektusából hiányzott, az ön esetében távolról rálátva mindenre, egységében látva, összességében, önnek viszont már egyértelmű lett? Szerintem az a borzasztó, hogy én semmivel nem tudok többet, mint Csárd tudott saját magáról. Ő ezt mindet pontosan látta.